Hát szeretettel köszöntünk mindenkit, szép estét kívánok nektek. Folytatnánk a tabu beszélgetéseinket, és a mai estén azt gondolom, hogy és pont ebben jött egy levél is, hogy valamiről beszélgetnénk, ami nem is értem, hogy miért tabu igazából. Tehát az otthon szülés lesz a témánk, ami nem szabadna, hogy tabu legyen. Úgyhogy én szeretettel várom Vas Gabit ebbe a beszélgetésbe, aki számomra egy nagyon-nagyon kedves ember, és azt gondolom, hogy ő olyan szempontból is sokat fog tudni erről a témáról beszélni, hogy ő érintett abban is, mint szülésznő, hogy a kórházi oldalt jól ismeri, és érintett úgy is, mint bába, aki az otthon szülésekben otthon van. Úgyhogy én magam ugye 5 gyermeket 5 kórházban szültem, és megmondom őszintén, hogyha tőlem telne, akkor én biztos, hogy szültem volna otthon. És nagyon érdekelne az is, hogy ti hogy álltok ehhez, hogy ti hogy éreztek ezzel kapcsolatban, hogy mik azok, amiktől ti akár már szültetek otthon, hogy szülnétek-e otthon, de például mi az, ami most érdekel titeket a Gabitól, hogy mi az, ami visszatart esetleg, vagy ami miatt félünk. Mert hogy azért ugye van az emberben egy kettősség nyilván, és itt is nagyon fontosak azok a tévhitek, amik így előfordulhatnak. Tehát, hogy nagyon nem mindegy az, hogy mi az, ami igazából a tájékoztatás, és milyen híreket kapunk. Én például voltam egy olyan beszélgetésen, ahol kicsit így összeeresztettük azokat, akik így a kórházból jött szülésznőgyógyász, és a bábák, dúlák, és hát nagyon érdekes volt az, amit ott tapasztaltunk. Most közben érkezik Gabi, úgyhogy őt engedem. És akkor vele fogunk erről tovább beszélgetni. Reméljük, hogy mielőbb. Úgyhogy itt van a Gabi. Sziasztok! Szia, Gabi! Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt van. Megmondom őszintén, nagyon féltem attól, hogy szüléshez kell menned. Úgyhogy hát szeretettel köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad azt, hogy beszélgetünk itt együtt. És csapjunk is bele. Mert hogy én már elkezdtem pont arról beszélgetni, amiről mi délelőtt is, hogy ugye itt jönnek ezek a számok, amit így kórházi oldalról szoktak így mondani az otthon szüléssel kapcsolatban. Mit jelent pontosan az ma, ha valaki Magyarországon úgy dönt, hogy otthon szeretne szülni? Tehát, hogy szeretném, hogyha azért ezt így jogilag is egy kicsit körbejárnánk, meg mindenféle szempontból. Hát 2011 óta lehet otthon szülni, törvény adta joga bármelyik nőnek ezt választani, aki azoknak a kritériumoknak, szigorú kritériumoknak megfelel, amit ez a 35/2011-es törvény kimond, ami az intézeten kívüli szülésről szól. Hogy mit mond ki ez a törvény, de eléggé szigorúan szabályozza azt, hogy kik azok, akik szülhetnek, a segítőkre is szigorú megszabások vannak, hogy kik segítkezhetnek, kik kísérhetnek szülést otthon, a kismamára vonatkozóan is, a babára, anyára, és a helyszínre vonatkozóan is. Menjünk így szépen végig, kérlek szépen. Jó, köszönöm. Menjünk végig, jó. Igen, hát, és akkor én is, hogy mik szoktak a tévhitek lenni, mert hogy azért én sokszor találkozom olyannal, hogy például most is Kisverus reggel a Császárvonaltól volt egy interjún, és ő is ott elmesélt, hogy császár után is otthon szülés. És én sokszor hallottam olyat, hogy császár után nem lehet otthon szülni. Tehát, hogy egy kicsikét így tegyünk ebben rendet, kérlek. Hát az a helyzet, hogy a magyarországi szabályozás az eléggé ilyen megmondó stílusú, hogy úgy mondjam, tehát megmondja, hogy neked, mint anyának, mit lehet, mit nem lehet. Azért, hogyha egy kicsit tőlünk nagyobb távolságra nézünk, akkor nagyon sok országban ez nem így működik, van szabályozás,
és viszont nem veszik ki a nőknek a kezéből a döntés lehetőségét. Tehát az, hogy a szabályozás megmondja, hogy mi azt javasoljuk szakmailag, hogy ne szülj otthon császár után, de hogyha te mégis úgy döntesz, hogy mégis otthon szeretnél szülni, akkor ez a te döntésed, és ilyen esetben is tudnak segítségére lenni annak a kismamának, aki így dönt, a szakemberek. És a szakembernek is döntése, hogy akar-e ilyen szülésbe segítkezni. Tehát minden oldalról megvan az embernek a saját döntési lehetősége. Itt pedig olyan a szabályozás, hogy hagy egy szűk mesdjét annak, hogy ki az, aki törvény szerint legálisan szülhet otthon, és ki az, aki kísérhet szülést, és hogy ez hol lehet egyáltalán. És Úgy, akkor hogy ez ez... így körülbelül micsoda? Tehát, hogy így a fő dolgokat kérlek szépen mondd el nekünk. Aha, jó, hát például, ha már itt a császárvonal jött szóba, akkor nem szülhet otthon az a kismama Magyarországon, akinek már előzetesen volt császár műtétje, vagy a méhtesten végzett műtét. Tehát az, hogyha a méhtest felszínűről levettek egy miomát, az nem tartozik ide, de ami már érintette a méhtestet is, tehát vágták a méhtestet, az igen. Vagy nem szülhet olyan anyai betegséggel, például, ha valaki szívbeteg, vagy nem szülhet cukorbeteg sem otthon. Tehát vannak ilyen Ez én betegségek, amivel... vagy tessék? tehát Most aki nem hallottalak. inzulinrezisztens, már ő sem, Nem. Aki vagy... cukorbeteg. Aki cukorbeteg. Tehát az inzulinrezisztencia az nem tartozik ide, de aki cukorbeteg, az nem szülhet otthon. Igen. És hát a helyszínre vonatkozóan, ami meg elég köztudott, ugye ez a 20 perces szabály, hogy 20 percre kell lennie szülészettel rendelkező kórháznak a szülés helyszínétől. Úgyhogy ezért mondjuk nagy szerencse, hogy nem otthon szülésrendelet van, hanem intézeten kívüli szülésrendelet, tehát az ember nem csak a saját lakásában, otthonában szülhet, hanem szülhet a barátnője lakásában, vagy egy kölcsönlakásban, akár olyan valakitől, aki csak az otthon szülést pártolja, és ezért kölcsön adja a lakását. És szerencsére azért erre van így mód. Például, ez mennyire jó része. És itt ilyenkor azért, amennyire tudom, ez úgy van, hogy a kórháznak is engedélyeznie kell, hogy adott ember otthon szüljön. Tehát, hogy ez így két oldalú, ugye? Ez tévhit, hogy a kórháznak engedélyeznie kell. A kórháznak, nekünk kötelességünk lejelenteni a kórháznak, hogy az ő 20 perces körzetükbe valaki, nyilván név szerint, és azt is, hogy mikorra tervezi az intézeten kívüli szülését, és aztán a kórház a maga stílusába visszajelöl, vagy visszaír, hogy vettük, és köszönik a lejelentést, és van, aki hozzáírja azt is, hogy szívesen vár, ha segítségre van szükség, és sok sikert kíván az otthonszüléshez, és hát van olyan, amikor egy olyan választ kapunk csak, hogy vettük. De a És válasz a lényeg. Mik a tapasztalataid így az évekkel, hogy azért a kórházak nyitnak jobban rátok, és elfogadják egyre inkább azt, hogy így otthon szülnek az édesanyák, vagy... Hát én azt látom, hogy azért azok a kórházak, ahova mi így nagyobb számba jelentünk le szüléseket, mármint, hogy intézeten kívüli szülést, és hogy ők a háttérkórház, ezt most már itt teljesen, szerintem hétköznapi szinten kezelik. Az szerencsére még most a hétköznapi, hogy be is megyünk az otthonszülésből, mert szerencsére nagyon minimális a kórházba kerülésnek az esélye otthon elkezdett intézeten kívüli szülésnél. Nálunk tavaly évben pont 10% volt. Azért az nagyon szép szám, azt gondolom, és meggyőző. És ilyenkor ti mindig mehettek együtt így a szülőnővel, és bent is a kórházban megengedik?
egyetem. Igen, ha most kivesszük a helyzetből a pandémiát, akkor azt kéne válaszolnom, vagy azt válaszolhatnám, ha egy több mint egy éve kérdeztél volna, hogy kórháza válogatja, hogy minket is beengednek-e a szüléshez, vagy azt mondják, hogy hát vagy az apa jöhet be, vagy a valamelyik bába, de van olyan kórház, ahova az apa mellett is beengedtek bennünket, sőt, volt, hogy kettőnket is, és azért azt látom, hogy az a szülésre nézve is nagyon jó. Tehát ennek nagyon örülnék, ha ezt a kórházba is észrevennék, hogy mi teljesen partnerként vagyunk ott jelen a szülésnél, és akár segíthetünk is abban, hogy a kimenetele utána az jobb legyen. És nem a mi miattunk, hanem amiatt a folytonosság miatt, amit ilyenkor meg tudnánk adni, vagy meg tudunk adni, ha beengednek bennünket a szülőnő a család felé. Hát Hollandiában ez teljesen így is működik, hogy a bába bekíséri a szülésből a kórházba, ha egyszer kórházi segítségre van szükség, és utána ő, mint szülésznő folytatja a tevékenységét. Hát itthon erre nincs még lehetőség. Remélem, hogy azért a közeljövőben lesz erre is, de most egyelőre, ha be is tudunk menni, akkor csak egy dúlai a csakot, most nem úgy értettem, hogy csak, de nem bábaként, hanem dúlaként már tudunk jelenni. Tehát, hogy már igen, igen, az is. És hát most mondom, ezt másfél évvel ezelőtt válaszoltam volna, ma a pandémia idején sajnos ez nem így működik. Az apákat beengedik szerencsére a szülésekhez, a legtöbb kórházba, de dúlákat sem engednek be, és ezért bennünket sem. Igazából én csak de meg kell mondanom, hogy a tavaly tavaszi időszakban, amikor volt a megszorítások, akkor egyetlen egy kórházba szállításunk nem volt abban az időszakban, tehát így egészen nyárig, úgyhogy az így nagyon jó volt, hogy nem is szembesültünk ezzel. Most azért már volt egy-kettő, de tényleg elenyésző számba. Ami, ha már a számoknál tartunk, akkor szerintem nagyon szép. Ez nagyon érdekes, mert vannak olyan időszakok, amikor imádom a statisztikákat, meg a számokat. Nem mindig, de vannak ilyen időszakok az életemben. Igen, de hogy az, hogy ma Magyarországon 40% fölött van a császármetszések aránya, ebbe tudom, beletartozik minden alacsony, magas rizikójú várandóság is, de hogy országosan 40% fölött van, és ehhez képest az intézeten kívüli szüléseknél, hogy 10% maga a kórházba szállítás, és az nem jelent még egyenlőségjelet azzal, hogy aki kórházba kerül, ő császárral is fog szülni. Úgyhogy ha valaki így szereti a számokat, akkor szerintem ez elég meggyőző tud lenni. Abszolút. És akkor most kezdjük el onnan, hogy vagyok én, aki éppen gyermeket várok, meg tudom, első gyermekem. Induljunk el ebből a szituációból. Beszéltük a cukros részét. Mi a teendőm? Mikor kerülök én kapcsolatba, ugye vehetek? Tehát, hogy mikor érdemes kapcsolatba lépni, és hogy néz ki ez az egész? Tehát, hogy épül ez fel, mikortól érdemes összekapcsolódni, és meddig lehet? Igen, az, hogy mikortól, ez most megint változott a gyakorlatban, mert azért eddig azt láttuk, hogyha valaki így az első trimester, a második trimester elején jelentkezik, akkor még van lehetősége arra, hogy akkor ténylegesen válasszon, hogy hol szeretne szülni, és kikkel szeretne szülni. De most valószínű, hogy maga a COVID-járvány is, de az egészségügyi törvény módosítása is így elég sok mindenkit terelt afelé, hogy érdeklődjön az otthonszülés iránt is. És most ott tartunk, hogy egyszerűen azt a tea délutánt, amit havonta meg szoktunk tartani azoknak, akik érdeklődnek,
azt igazából azoknak érdemes csak megtartanunk, akik még nem várandósok. Mert ha már várandós, akkor már elkésett azzal, hogy most álljon neki gondolkozni. Úgyhogy most ott tartunk, hogy a pozitív teszt az, amivel még, mármint nem COVID, hanem a várandóságot igazoló pozitív teszt az, amivel már érdemes a bábákat megkeresni. És most eszembe jutott az, hogy még kórházba dolgoztam, amikor egyszer megkeresett egy kismama, és így kérte, hogy tudnám-e őt kísérni a szülésén, és az első babáját mesélte, hogy ő Kanadába szülte, és hát úgy mondta, hogy szerettem volna otthon, de hát nem sikerült. És akkor kérdeztem, hogy nem sikerült, és mondta, hogy nem tudtak vállalni a bábák, és hogy nem volt semmi egészségügyi oka, meg semmi, csak egyszerűen nem fért bele a naptárjukba. És akkor emlékszem, hogy ilyen hihetetlen, ez számomra ilyen hihetetlen. És mondta, hogy az volt az első kérdésük, amikor pozitív teszttel jelentkezett, hogy ő várandós és szeretne otthon szülni, hogy rajta van-e a várólistán. És kiderült, hogy már nem várandósan fel kell iratkozni egy várólistára, és akkor, amikor várandós lesz, akkor így van esélye arra, hogy tudjon otthon szülni. És ez ilyen elképzelhetetlen kategória volt számomra, és most lassan itt tartunk. Hát ez a szép. Igen, igazából arról beszélj már, kérlek, hogy mennyien vagytok ti, és ez így országosan van már, vagy így főleg budapesti agglomerációja, tehát hogy kell ezt elképzelni számszerűleg? Hát kevesen. Tehát ilyen 20 körüli bába van ma Magyarországon, és igen, sajnos nagy rész Budapesten, illetve vannak Győrben, Pécsen van egy bába, vagy Pécs környékén, Kecskeméten van egy, és ezen kívül például a Tiszántúli régióban nincs senki. Nagy kérdés. Tisztázz le, kérlek szépen, mert szerintem ez sincs egy csomó embernek így meg. Ki a bába? Jó, hogy mondod, igen, mert Magyarországon ez eléggé így összemosódik a szülésznő, bába, dúla, ki kicsoda és hogyan. Hát ez egy elterjedt szóhasználat, a kórházba szülő, dolgozó szülésznő végzettségű szülésznőket szokták szülésznőnek, és az intézeten kívüli szülésnél dolgozó szülésznői végzettségű szülésznőket szokták bábának hívni. Egy kicsit, van egy kicsi különbség, például annyi, hogy az intézeten kívüli szülés törvénybe az van, hogy leírva, hogy felsőfokú végzettségű szülésznő végzettség kell, míg a kórházi szüléseknél azért vannak még olyan bábák, akinek még ennél alacsonyabb végzettsége van. És Gabi, kicsit meséld már el, kérlek szépen, hogy te miért választottad ezt az utat? Mert hogy azért te is akár kórházból érkező vagy. Tehát, hogy mi az, hát a kórházból érkező, de hát én azért nem egy ilyen hagyományos utat jártam be, mert tudom, hogy nagyon sokan nem, és hogy mindenki különleges. Nekem, amikor az első lányom született, akkor azt gondoltam, hogy fú, hát nekem ezt, én ezt szeretném csinálni, és biztos, hogy nem így, ahogy ott velem volt jelen egy szülésznő. És aztán, amikor már úgy eltelt pár hónap, akkor utána is néztem, hogy ez hogy néz ki, és akkor kiderült, hogy egy egészségügyi szakközépiskola elvégzése után lehet egy 10 hónapos képzésen részt venni, és akkor így lehet az ember szülésznő, és én nem egészségügyi szakközépiskolát végeztem. Igaz, hogy az egészségügyben dolgoztam előtte, szülés előtt, meg gyógyszertárban dolgoztam, és ez volt a végzettségem is, de akkor én nagyon e felé hajlottam, de én azt gondoltam, hogy hát én már ilyen 22 éves fejjel nem fogok beülni egészségügyi szakközépiskolát végezni, mert ilyen öregem, úgyhogy
Úgyhogy így ezt akkor úgy elnapoltam. Aztán a második gyerkőcöm születésénél egy nagyszerű bába volt velem a szülésnél, de a Bruckner-Ica néni volt, akinél úgy azt gondoltam, hogy igen, ezt szeretném csinálni, hogy ismét megerősített, és akkor utána néztem megint, és ugyanez volt a helyzet. A harmadik után megint előjött bennem, megint ugyanez volt a helyzet, a negyedik után is, és aztán amikor az ötödik kislányom megszületett, akkor azt gondoltam, hogy ha most nekem tényleg ezt az utat kell járnom, akkor most változott a képzési rend. És akkor utána néztem, és akkor már főiskola volt, úgyhogy akkor már ez a felsőfokú képzés volt, és erre már elég volt a sima érettségi is a felvételihez. És akkor kezdtem el. És nekem, én így mindig hajlottam afelé, hogy születésház, otthon szülés, ezek mindig nagyon érdekeltek, és a Szent Imre kórházba voltam gyakorlaton, és aztán én úgy maradtam ott, hogy engem nem vettek így teljesen fel, hanem csak ilyen önkéntes segítőnek dolgoztam félállású munkát ingyen, azért, hogy bejárhassak szülésekhez. És aztán utána úgy hozta az élet szerencsére, hogy az otthon szülés felé, először az Életfa bábapraxisban dolgoztam, aztán ketté vált az Életfa bábapraxis, és ebből az egyik feléből lett a Mindenhol Jó, ahol most dolgozunk együtt többen is. Hál' Istennek. És akkor most jöjjön az, hogy döntöttem, elindulok veletek ezen az Aha. Hogy néz ki az út? Én térítettelek el, úgyhogy, mert ugye mindig vannak olyan pontok, amit tudom, hogy nem tiszta, nekem sem, mint kiderül. Tehát, hogy hát ha időben... Mond. Igen, ha időben észbe kap valaki, hogy akkor az otthonszülés, akkor megnézi azt, hogy kik azok a bábák, akik ma Magyarországon dolgoznak, és megkeresi valamilyen módon, valamilyen felületen őket. Most azt látom, hogy általában az ki volt a legszimpatikusabb. Vagy ki az, aki úgy gondolkozik a szülésről, ami hozzá a legközelebb áll. És ez nagyon jó is, hogy színes a paletta, mert hát a nők nem egyformák, és azt gondolom, hogy mindenki azzal szüljön, aki a legközelebb érez magához, és akinél megszólal az a valami, mint amikor szerelmes lesz az ember, hogy hú, hát ő az. Ez is kémia. Így van. Ez is nagyon kémia. És egy otthon szülésnél kik vannak ott? A rendelet is úgy mondja, és mi is így dolgozunk, hogy két bába van jelen a szülésnél. És ki lehet még ott egy otthon szülésnél? Hát felülünk bárki, akit a szülőnő szeretne. És a sárga testvéreméknél volt az, hogy az első élményük, és ezért is fontos nekem például ez a téma, az egyik kórházba volt, aki elvileg nagyon családbarátként volt hirdetve, egy borzalmas traumatikus szülés. És utána ők elhatározták, hogy akkor otthon. És Kismaroson élnek, és konkrétan vajudás a Dunaparton, sétálgatva, megreggeliztünk együtt a bábák. Tehát, hogy ilyen hírek jöttek, hogy most reggelizünk a bábákkal, most akkor lemegyünk egy kicsit sétálni a Dunapartra, és az egész teljesen más volt. És ez azt gondolom, hogy ez is annyi mindent elmond, hogy egy az, amit te is mondtál, hogy leülünk reggelizni a bábákkal. Öt szülésemnél nem emlékszem, hogy bárkivel együtt falatozgattam volna, arra emlékszem, hogy Bojtár Zsófival együtt táncoltam viszont a Szent Imrében az ötödik szülésemnél. Tehát, hogy érezzük a lépéseket, de azért ez nagyon nem mindegy. Tehát, hogy ott a két bába, ott van, akit mi szeretnénk, és itt nyilvánvalóan a gyerekek is akkor, hogyha vannak testvérek. Bárki. És mit tapasztalsz különben, hogy kik azok, akiket így oda szoktak hívni az anyukák a szüléshez? Hát annyira különböző ez, hogy ki kit kíván oda, és hogy
előre sokszor a nők se tudják, hogy mi fog nekik jól esni, és az is nagyon jó, hogy erről mindig beszélgetünk előbb, hogy meg lehet oda hívni bárkit, de megbeszélve akár előre azt, hogy de lehet, hogy mégsem. És erre nagyon sok példa van. És olyanra is van, hogy pluszba hív oda valakit, akiről nem gondolta, hogy kívánni fogja, hogy ott legyen. De az elküldésre is volt már példa, nem is egyszer. Hát azt a szülőszobán is szerintem szegény apukákkal megjátsszuk rendszeresen. Most érj hozzám, most ne érj hozzám. Hát, igen, de otthon azért ez teljesen más, és ez tök érdekes, mert nekem például az otthonszüléssel kapcsolatban az első tapasztalatom az pont az volt, hogy a férfiaknak, az apáknak mennyire más a jelenléte, és ők mennyire más, hogy érzik magukat. Tehát azért a kórházi szüléseknél a legtöbbször azt lehet látni, vagy legalábbis én ilyen apákkal találkoztam, tehát én ezt láttam, hogy úgy igazából most hova üljek, hova menjek, mi az, amit csinálhatok, menjen ki, jöjjön be, most kimehetek-e, vagy nem, és ha már mondjuk egy hosszabb szülésnél, vagy egy gyorsabban bemelegedő apukánál így hamarabb jön az el, hogy otthon érzi magát, akkor is azért a szülőszoba keretei, az soha nem lesz az otthona, és az otthon szülésnél meg tényleg odaül, ahova akar, azt csinál, amit akar, ő van otthon. És teljesen más az ő hozzáállásuk is. És a gyerekek hogy szokták megélni? Hát én nagyon szeretem, ha vannak jelen gyerekek, mert a világ legtermészetesebb módján legtöbbször. Az többször fordul elő, hogy azt látom, hogy az anyát esetleg zavarja, mert nem tudja, hogy majd hogy fog reagálni a gyerek, és akkor ilyenkor sokszor van, hogy inkább úgy dönt az anya, hogy akkor vigyék el a nagyszülők, vagy barátnő, vagy bárki, de amikor éjszaka indul be egy szülés, és közben fölébred a nagyobb gyerek, kijön, és annyira természetes az egész folyamat, hogy a gyerekek ebben teljesen jól megtalálják a helyüket. Én az nagyon nagy élmény volt, amikor az egyik kisfiú, ilyen 4-5 év körül, 4 éves volt, azt hiszem, és a vonatot tologatta, és amikor az anyukája vajudott, és jött az összehúzódás, és hangokat adott ki, akkor mindig fölpattant, odajött a medencéhez, benézett a vízbe, látta, hogy még nincs ott a kis testvére, utána, amíg tartott az összehúzódás, teljes odaadással simogatta az anyukáját. Ahogy annak vége volt, akkor utána ment és vonatozott tovább. És ezt így órákon keresztül. És teljesen jól jelen volt a vonatozásba is, abba is, hogy belekukucskált a vízbe, meg abba is, hogy csimogatta az anyukáját. És nagyon ritka az, hogy a gyerekekkel bármi gond lenne. Nem, ők szerintem sokszor sokkal, sokkal jobban meg tudják élni ezeket a pillanatokat, és könnyebben, úgyhogy csodálatosak lehettek ezek, irigyellek is értem, mondom őszintén. Na, és akkor otthon szülés. Mikor jönnek oda a bábák? Tehát, hogy mikor induljunk el a kórházba helyett? Ebben segíts, légy szíves. Most a kérdésnek csak az elejét hallottam, de hogy mikor megyünk mi oda, ez volt a lényeg, ugye? Igen. Ez is teljesen különböző. Ez a legjobb ebbe a szakmába, hogy soha nem történik ugyanúgy semmi. Mindig minden szülés más, minden megszületés más, és más a mi jelenlétünk is, és más az is, hogy kihez mikor jó, hogyha elindulunk, és ott vagyunk. Van olyan, aki már a látens szakba sűrűbben beszélgetünk, és esetleg már ott is kívánja, hogy menjünk. Van, aki az aktív vajúdásba, és hát olyan is volt már, aki mondogatta, hogy hát még nem kell, de mi már tudtuk, hogy kell, és előbb elindultunk, mint ahogy ő kívánta volna. Nem mentünk be, de amikor szólt, akkor már ott voltunk a közelbe. És hát néha előfordul az is, hogy aztán ez így elcsúszik, és a még nem kellből az van, hogy akkor nem érünk oda, amit azért annyira nem szeretünk,
hogyha nem érünk oda, csak van egy ilyen mondás, hogy lepény lesőbe. Hát, hogy az azért nem annyira jó nekünk sem nyilván. Persze, persze. És hogy kell készülni egy kismamának az otthon szülésre? Tehát mik azok a lépések, ahogy neki erre, vagy kell, ez rossz kérdés így kapásból valahol. Tehát hogy készülünk az otthon szülésre? Hogy segítitek ti ezt az utat? Az is biztos, hogy készülünk valahogy, és lesz valami, ugye, amit beszélünk is. Tehát hogy mi ennek a menete? Milyen a várandóság alatt is? Hát nálunk arra lehetőségük van a kismamáknak, hogy akárhányszor találkozzunk, és ezt mindig ők határozzák meg. És azt látom, hogy abból a rendszerből, ami ma Magyarországon van, hogy így elő van írva, hogy mikor, mit csinálj, hova menj, hányszor kell, mikor kell megjelenni, ebből elég nehéz még azoknak a nőknek is sokszor váltani, akik közben nem azt a rendszert akarják, hanem egy szabadabb és teljesen más alapokon nyugvó rendszert. Nekik is ebből sokszor nehéz váltani, tehát így kell ez a, akkor mi a következő lépés, és hát nem mindig lehet tudni, hogy mi előre a következő lépés. Nyilván, hogy ami a várandós gondozásba ajánlott vizsgálatok, ami jóval kevesebb, mint amin általában végig megy egy-egy várandós nő, úgyhogy közben nem is tudja, hogy ezek nem kötelező vizsgálatok lennének. Szóval, hogy azok a vizsgálatok, amik azért úgy tényleg kellenek, azokat mi is kérjük nyilván, de emellett ez a havi Bocs, Gabi. rendszerességű... Tessék? Bocsánat, nem hallottam most. Hogy kérdeztem, hogy mik ezek az, hogy segíts abban, légy szíves, hogy mik ezek a vizsgálatok. Hogy azért menjünk végig, hogy mi az, amit ti javasoltok. Mert ez is teljesen így van. Pont ma hívott valaki ezzel kétségbeesve, hogy kötelező-e a genetikai tanácsadás 37 év fölött, vagy nem kötelező. És ez abból is ered, hogy két szakember kétféleképpen nyilatkozott, és ez abból ered, hogy az iránymutatásokban különbözően van leírva. Lehet, hogy így a szabályozás sem megfelelő, de hogy mik azok a vizsgálatok, amikre azért ti is így elkülditek. Igazából a kiskönyvben nem is az van írva, hogy kötelező vizsgálatok, hanem a kötelezően ajánlott vizsgálatok. Tehát a szakembereknek de nézve kötelező, hogy ajánlják ezeket a vizsgálatokat a nőknek, és akkor van pár olyan vizsgálat, amin azért így, ha valaki megjelenik, meg négy pecsétje van a kiskönyvben, akkor jogosult az anyasági támogatásra. Ha meg erre nincs négy pecsétje, akkor nem jogosult. Na most, akik ténylegesen mondjuk nem tudják, hogy várandósok, vagy nem érdekli őket, és egyáltalán nem mennek el orvoshoz, nekik nincs meg a négy pecsétjük, amiből azért szerintem nem túl sok van. De a legtöbb nő nem, hogy négy, hanem van, hogy 14, meg 16 pecsétet is összegyűjt a várandósága során, ami teljesen fölösleges szerintem egy normál várandóságnál, egy alacsony rizikójú várandóságnál ennyiszer orvoshoz, meg védőnőhöz járkálni. Vannak a vizsgálatok között 12 hetes ultrahang, ami egy genetikai ultrahang, meg a 20. hét környéki ultrahang. A 32. heti ultrahang az is a kötelezően ajánlottak között van, de nekünk kell egy 36. heti ultrahang, azért, mert az van benne a törvényben, hogy például 4 kiló fölött ne legyen a születendő gyermek súlya. Na most ezt a 32 hetes ultrahangból elég nehéz lenne megtippelni, a 36 hetesből se lehet túlzottan, de azért valamivel jobban talán. És miért nem? Úgyhogy, Tehát, hogy most próbálom a logikát keresni. hogy miért nem Hogy lehet egy megbecsülni, kiló vagy az miért nem mennyi? lehet szülni? Hát ez egy jó kérdés, mert én hiszek abban, hogy minden gyerek akkorára nő, amekkorán meg is tud születni. Tehát nem látjuk azt, hogy ilyen óriási nagyra nőnének a babák, és akkor ezért ne tudnának megszületni, meg azt se, hogy nagyon picik maradnának. Úgyhogy azért erre fény derül, hogyha valami gond van egy gyerekkel, és ezért nem nő meg, vagy ezért lesz túl nagy. Igazából
Volt már olyan gyerek, akit a 36 hetes ultrahangon 2900 grammnak mértek, és aztán 5 kilósan született meg a 40 plusz Igen. párnaposan. Én is ezért szoktam mondani, amikor anyukák megkeresnek ezzel, hogy ennyinek mérték, és jaj, most ez nagyon kevés, jaj, hogy ne. Tehát, hogy ne, ne. Az fontos, hogy ő, milyen a mélepény állapota, hogy van a baba, de az most, hogy őt 3800-ra mérték, vagy 500-ra, nálam se jött be soha. Hát még a mélepény állapota sem tudom, hogy ilyen nagyon a fontosság, tehát hogy amit látnak, igen, lehet látni, hogy milyen szinten érett egy mélepény, de az, hogy egy mélepény fölmondja a szolgálatot, és egyik pillanatról a másikra ne táplálja a babát, ilyen nincsen, szerencsére. Tehát Itt jött egy kérdés. Vannak olyan... Igen? Mondd végig nyugodtan, Gabi, és utána mondom. Nem, nem tudom, amit akartam. Most. Bocsánat. Nem lényeges, csak annyi. Igen, van olyan, akinek már 32 hetesen azt mondják, hogy jó, itt már látunk messzesedést, és szegény végig izgulja az egész várandóságát, és akkor megszületik a babája 40 plusz 5 napra, ahol már teljesen rosszul van, hogy úristen, az ő 32 hetesen már messzes lepénye vajon milyen lehet, és akkor, amikor megvizsgáljuk a lepényt, akkor azt látjuk, hogy a lepényből mondjuk egy ekkora részen van egy kis messzesedés, és a többi gyönyörű. Tehát valószínű, hogy pont azt a részt nézte az ultrahang akkor. Úgyhogy nagyon sokszor ezeknek a túl sok vizsgálatnak sajnos ez is az eredménye, hogy van min izgulni, ami aztán kiderül, hogy hát mégsem annyira ad okot az izgalomra. Abszolút. Jött egy kérdés. Sziasztok, mi a helyzet a cukorterheléses vérvétellel? Kötelező? Gyulcsi kérdezi. Hát ezt mondom, semmi nem kötelező, kötelezően ajánlható. Tehát ha valaki ezt nem akarja megcsináltatni, senki nem kötelezheti rá, hogy megcsinálja. Úgyhogy kötelezőnek nem kötelező. De mi egyébként kérjük, mert hogy nekünk is az a célunk, hogy az anyák egészségesek legyenek, és ténylegesen alacsony rizikójúak legyenek a várandóságok és a szülések. Tehát nem az a célunk, hogy ne vegyünk észre olyan dolgokat, ami esetleg ott van, hanem az, hogy mindez egy ilyen nyugodtabb esemény legyen, és ne egy ilyen paráztatós vizsgálat sorozatok legyenek. Abszolút megértem. Sziasztok! Miután megszületik a baba, ó, várjatok, gyermekorvos egyből megvizsgálja, vagy csak másnap? Igen, ajaj, most akkor egy kicsit én most nem hallok. Jó, erre a szóval az a kérdés, hogy amikor megszületik a baba, gyermekorvos egyből megvizsgálja, vagy csak másnap? Én ezt úgy szeretném, Gabi, hogy ezt úgy beszéljük végig, hogy akkor, ha elindul a szülés, oda mentek, és hogy akkor mi történik, és utána hogy történik. Sőt, az is érdekel, jó, hogy szülés előtt egyeztetni kell védőnő, gyerekorvos, vagy ezek. Igen, igen. A törvény azt mondja, hogy a 36. hétig kell lejelentenünk a háttérkórháznak, amiről már beszéltünk, igen, is, de a háttérkórháznak lejelentjük, a 20 percen belüli háttérkórháznak, hogy intézeten kívüli szülést tervez valaki, le kell jelentenünk a saját házi gyerekorvosának, hogy az ő körzetében XY azt tervezi, hogy intézeten kívül fog szülni, és ugyanígy a védőnőnek. Ez a 36. hétig. A szülés azt mondja ki a rendelet, hogy a 37-től a 41. hétig történhet otthon. Tehát ha valaki előbb szül, akkor nem szülhet otthon, vagy ha a 41. héten túl viszi a várandóságát, akkor sem. Úgyhogy ez is egy elég szűk időkeretet ad. Ennél lehetne egy picit megengedőbb, azt gondolom, de hát ez csak az én véleményem. És akkor ha a szülés, ahogy beszéltük, oda megyünk, ott vagyunk, ahányan szeretné a család, annyian vagyunk ott,
És volt már olyan is, ahol bennünket is kiküldtek, és az ajtóba álltunk, és ott hallgatóztunk, hogy mikor menjünk be. És néha bementünk szívhangot hallgatni, úgyhogy ennyi volt, de arra ez viszont így volt jó az anyának. Ha meg az jó, hogy ott legyen mindenki, akkor meg az. És a két véglet között minden más is előfordul természetesen. Amik szokott kérdés lenni, ezt csak mondom, mert nem tudom, hogy most kérdésként felmerül-e valakibe, hogy például mi van a kutyával, meg a macskával, és azt gondolom, hogy nyugodtan ott lehetnek, meg ha ez szintén jó a szülőnőnek. Ú, de gyönyörű. Éttől van, hogy nyugodtan. És akkor, ha ilyenkor valaki befelmerül, hogy Úr Isten, akkor mi lesz a sterilitással, akkor csak mondom, hogy egy szülés, ez nem kell sterilnek lenni semminek. És az a gyerkőc, ha kórházba születik, akkor is ugyanebbe a lakásba fog hazaérkezni, sőt, mi több, a szülei abból a lakásból mentek el a szüléshez, de ha otthon születik, akkor sem történik semmi más, csak abba a baci flórába születik bele a gyerek, amibe való, és amiben a szülei is élnek. És aztán, amikor megszületett a baba, akkor mi ott vagyunk, még lepény is megszületik egy idő után, és ott vagyunk még addig, amíg szükség van ránk, de 3 órát azért általában mindenhol, és mi látogatunk az első meg a harmadik napon, és mi vesszük le a PKU szűrést is a harmadik napos látogatáson, és akkor fejezzük be az ilyen írományokat, mert akkor írjuk meg azt a papírt, ami olyan, mint egy zárójelentés például, amit elküldünk a védőnőnek, gyerekorvosnak jelezve, hogy megszületett a baba, és innentől már az övék, ami ugyanígy történik a kórházi szülésnél, és a kórházi védőnő kiértesíti a területi védőnőt, hogy megszületett a baba, és mikor mennek haza. Tehát ez teljesen jól működik, és ugyanilyen, így van ez otthon szülés esetében is. A neonatológus vizsgálata az 24 órán belül kell, hogy megtörténjen, úgyhogy mi, amikor megszületett a baba, akkor rögtön jelzünk neonatológusnak, aki kimegy, meglátogatja a családot így 24 órán belül, és megvizsgálja a babát, tehát az első vizsgálat az ilyenkor történik meg. Köszönöm. Jöttek kérdések. Igen. Jött az, hogy a cukormérés, ha nem kötelező, hogy akkor kiderülne a kialakult terhességi cukorbetegség. Hát gondolom ezért javasoljátok, hogy esetleg az kiderül. Hát, de igen, ezt mondtam, hogy mi is azért kérjük, hogy ezt csinálja meg mindenki. Ha valaki mondjuk nagyon óckodik attól, hogy ezt a cukros 75 g glukózzal való föloldott glükózt igya meg, mert mondjuk nem szokott ilyen sok cukrot inni, és ezt most se szeretné, akkor a próba reggel is terhelést szoktuk javasolni. Uh-huh. Úgyhogy azért kiderült, tehát hogyha valahol valakinél... El vagyunk csúszva kicsit, és azért igen, rossz, mert igen, az igen, igen, igen. Meg akkor én kérdezek. A trombofília kizáró ok? Hát attól függ, tehát ez mindig egyedi elbírálás ezek, hogy kinek milyen mértékű az a betegsége, ami van. Igen, gondolom itt is azért sok minden nagyon egyedi. Igen. Hogy vállaljátok ti is el. Ami valahol, amit külföldre meséltél, hogy működik, azért nyilván ez egy óriás felelősség minden oldalnak. Jött még kérdés, ha valaki az otthon szülés mellett dönt, és bába kíséri végig a várandós gondozást, akkor gyakorlatilag szülészorvosi konzultációra nincs is szükség? A bábák értékelik ki a vizsgálati eredményeket? Ez így van, a várandóság megállapítása azt orvos teszi, és az orvosnak az első feladatai közé tartozik az, hogy a várandóság rizikó besorolását megtegye,
tehát alacsony vagy magas rizikójú a várandóság maga, és ha alacsony rizikójú, akkor gondozhatja bába is. Hogyha magas rizikójú a várandóság, de úgy magas rizikójú, hogy csak a várandóság, de ettől még szülhet otthon. Ilyen például a törvény szerint az, ha valaki negyedik, vagy hát a negyedik gyerek az ilyen nem úgy van megfogalmazva, vagy érthetem úgy is, hogy a negyediket még, negyedik az még alacsony rizikójú, vagy érthetem úgy is, hogy az már magas, de az ötödik gyerek az már biztos, hogy várandóság szempontjából magas rizikójú várandóság, és az csak orvos gondozhatja. De ettől még szülhet otthon, tehát a szülése az nem magas rizikójú. Tehát azért minden eset más, és mindenkinél így ezt végig gondoljuk, hogy akkor ő hova tartozik, mit csinálhat, mit nem, és mi az, amit javaslunk, és mi az, amiben jól tudunk együttműködni. Hogy érzed, Gabi, mi az, amit itt Magyarországon az otthon szüléssel nehezen barátkoznak meg sokan? Tehát miért van egy óriás félelem az emberekben, és miért vagyunk tele tévhitekkel, láss engem is ebben a kérdésben? Hát, ez egy jó kérdés. Tehát azt gondolom, hogy az, amit az ember nem ismer, vagy amiről félre ment információi vannak, attól lehet, hogy fél, vagy nem tudom. De hogyha valaki jobban beleássa magát, akkor és nem előítéletek mentén, hanem a tényekre figyelve, akkor azért mindenkibe ki tud alakulni egy olyan kép, ami talán a valóság alapja van. Igen, pont ezért azért is hoztam ezt a kérdést így fel, mert mi erről beszélgettünk ketten délelőtt, hogy ugye ez a bizonyos ominózus születéshet a rendezvény, amire itt ki is tértem az élőzés elején, és ott elkezdett számokat felhozni az a szülésznőgyógyász orvos, ami ott volt. És hogy mennyire veszélyes az otthon szülés, és akkor ez statisztikákkal, és nem tudom, és akkor közben ezzel szemben akkor bezzeg a kórházban. És akkor itt azért úgy gondolkodtam már ott és akkor is, hogy vajon kinek megalapozottak a számai, és mennyire, hisz a kórházban azért van egy erős összetartás is. Csak én, a laikus például azt tapasztalom, hogy aki mondjuk szül egy kórházban, és ott ő úgy dönt, hogy ő soha többé köszöni szépen nem szeretne, ha nem muszáj, és otthon szülne, ő általában nem tér vissza a kórházba szülni, hanem inkább otthon szül, ha még szülne. Illetve fordítva nem tapasztaltam, ezt megmondom őszintén. Tehát valamiért úgy gondolom, hogy ebben is segíteni kéne, hogy nem mindig a statisztika a jó. Igen, meg annyira nehéz statisztikát csinálni ebbe a témába szerintem, tehát hogy nem lehet az érzelmeket, az érzéseket, azokat a jóval-jóval a szülésen túlmutató hatásokat valahogy statisztikák számaiba gyömöszölni. Tehát egyszerűen ez nagyon nehéz. És talán nem is kell. Tehát, hogyha megadjuk azt mindenkinek, hogy a saját életéről dönthessen, és a saját dolgaiba eldönthesse, hogy neki mi lesz jó, és emellett kiállhasson, és ezért ne kelljen harcolnia, hanem joga legyen hozzá, akkor ez bőven elég lenne. Hát igen, igazából így pont arra gondolok, hogyha így olvasod a szülés történeteket mindenféle fórumokon, akár a más állapototnál is, vagy így Emmánál, vagy bárhol, ha így olvasol, akkor azért általában, ahol a traumatikus élménnyel találkozom, sőt nem is tudok otthon szülés traumatikusost mondani így, amit olvastam volna. Biztos, hogy vannak ott is példák, hallottunk is, azok a kórházi esetek. Mégis nekem itt az egyik kérdés, ami érkezett, az pont erről szól, és én ezt nem is tudom jól értelmezni, hogy mik az otthon szülés veszélyei.
Igen, hát a veszélyek, ezek mindig ilyen, úgy szokták megfogalmazni, de mi van akkor, ha van valami? És ez ilyen megfoghatatlan. És attól az egyik bábatársam szokta mindig azt mondani, hogy attól lehet mindig nagyon félni. Tehát a valamitől, attól nagyon, az nagyon félelmetes Bizony. tud lenni. De amikor ezt kicsit közelebbről megnézzük, akkor azért ezek olyan dolgok, ha megfogalmazza az ember, hogy konkrétan mitől fél, akkor arra vannak konkrét megoldási tervek, hogy azzal mit lehet csinálni. És én azt gondolom, hogy az otthonszülés az pontosan azért biztonságos ma, mert ott van a kórházi háttér. Tehát, hogy az egy jól működő rendszerben ez biztos, hogy szuper tud működni. Itthon is működik, tehát ha beviszünk egy kismamát, akkor megkapja az ellátást. Az a kérdés, az a része, hogy amit kérdeztél, hogy hogy fogadnak bennünket, ez meg alakulóban van, és én nagyon pozitívan gondolkozom így mindenről, és bízom abba, hogy ez így mindenképp jó változáson megy keresztül, bár elég lassan, de azért mégis valami változik talán, és bízom abba, hogy azért a kórházba szállításoknál is ez is változik, a hozzáállás, ahogy fogadják a kismamákat, és nagyon sok helyen jól, és van, ahol meg kevésbé, de hogy azt gondolom, hogy pont ettől biztonságos az otthonszülés, hogy mi azért vagyunk ott, hogy lássuk azt, hogyha valami eltér a normálistól, ha elkezd nyílni az olló, és nem várjuk meg azt, hogy teljesen eltávolodjon, tehát ez az olló teljesen már nyíljon, hanem már itt a legelején észre kell vennünk azt, hogy valami a normalitástól eltér, és ha azt vissza lehet terelni, akkor oké, ha meg nem lehet visszaterelni, akkor be kell menni a kórházba, és akkor ott vannak rá meg a megoldások. Akkor az ugyanaz a történet onnantól, mint ha kórházba ment volna valaki szülni. És ezeknek, akiknél így végződik az otthonszülésük, ti segítetek feldolgozni azt, hogy így ez lett belőle? Tehát, hogy azért ez, azt gondolom, hogy valahol nekik egy trauma, ugye ez amikor készülünk valamire, és másképp sikerül, és hogy ilyenkor ti ott maradtok, és utógondoztok, és lelket ápoltok, vagy ez hogy működik? Mindenképp azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, amit ilyenkor lehet tenni, de nem minden esetben. Tehát, hogy van olyan hely, minden esetben ez a legjobb megoldás, de nem minden esetben tud megvalósulni. Tehát ahhoz az kell, hogy mi kelljünk a feldolgozáshoz is, de van olyan, amikor nem mi kellünk a feldolgozáshoz. Mert mondjuk azt érzi, hogy azért mentünk csak be, mert mondjuk mi úgy gondoltuk, hogy be kell menni, és ő meg, most csak mondok valamit, mert hogy, tehát, hogy van olyan, amikor egy külső ember kell a feldolgozáshoz, de amellett szerintem mindenképp az a jó, hogyha a közös is benne van. Hát itt megint ez is olyan, hogy a jelenlétedet kell, hogy érezze, hogy ott vagy, és számíthat rád, hogy segítesz, hogyha szüksége van rád. A csúnyítéseknél tartva, mert most nem sokára le fog járni az időnk, és én még azért egy-két kérdést szeretnék, hogy anyagilag ez most hogy néz ki? Mert azért azt gondolom, hogy ez is sokakat érdekel, és fontos része. Hát anyagilag úgy néz ki, hogy nem finanszírozott ez államilag, ahogy sok minden nem. Hát ez egyáltalán egy picike részese, úgyhogy ez teljesen önköltséges áron megy a családoknak. És körülbelül milyen összege? Tehát, vagy ez változó így praxison? Hát igazából a többi praxisnak így nem tudom a pontos összegeket, hogy ki mennyiért, de azért azt látom, hogy Magyarországon, ha valaki így választott szakemberekkel tervez szülni, akkor amennyi pénzt kifizet a magánrendeléseken, a gondozásra, a konzultációkra, a szülésfelkészítőkre és a szülésre. Ha ezt így nálunk is mindent egybe vetünk, akkor nagyon olcsó az otthonszülés szerintem.
Én is így tudom különben. Abszolút. Itt is hagyom ezt a témát, lapozom, mert még azért egy-kettő kérdésem lenne. Visszatérve az apukákra, hogy ők, amikor otthon szülés van, az elejétől fogva együtt összekapcsolódva mennek, és a te a délutánokon ott vannak, vagy ez hogy működik a találkozókon együtt? Sokkal jobban meg akarják élni ők is, gondolom. Tehát, hogy látod így őket, az ő szerepüket? Hát ez is teljesen különböző. Tehát nincs két egyforma család, és van, ahol igen, és minden találkozón ott van az apuka is, van, ahol nem feltétlenül, de mondjuk nálunk a felkészítő sorozatban vannak női körök is, ami meg csak csajos, és hát évek óta tervezzük az férfi kört is, amikor így elkezdődött ez, hogy most már online vannak a szülésfelkészítők is, ami nagy szívfájdalmunk, akkor pont be akartuk vezetni, de most ez így kitolódott. Mégse online szeretnénk elkezdeni a férfi hát kört. Azért azt nagyon megértem. Igazából valahol azt szeretném, tehát hogy még így a lezárásnak, hogy ugye azért itt közben jöttek visszajelzések, hogy Miskolc környéke mennyire szeretné, hogyha ott is. Tehát, érzitek azt például a szülésznőkben, hogy egyre jobban nyitnak és szeretnének ők is bábák lenni és beállni és veletek egy... Hú, hát ez egy nagyon-nagyon így a végére hagytad ezt a kérdést. De ez hirtelen pattant látva. Ez egy nagyon mély, mélyen gyökereznek a válaszok szerintem erre, mert sajnos, amit már így feszegettünk is, hogy itthon ez hogy van, meg külföldön hogy van, meg az előítéleteket kérdezted, meg hogy miért van az, hogy úgy gondolkoznak sokan az otthonszülésről. Sajnos azt kell mondanom, hogy én azt látom, hogy a kórházban dolgozó kolléganők, még ha úgy is indultak neki a szakmájuknak, hogy lehet, hogy születésházba vagy otthonszülésnél is el tudnák magukat képzelni, a kórház egyszerűen így most olyan csúnya szó, hogy bedarálja őket, de hogy igen, és hogy a gondolkozás is egy kicsit úgy elmegy afelé, hogy ők is elhiszik azt, hogy a kórház a biztonságosabb. Hogy a felelősség. Én annyit hallottam a kórházba ezt orvosok szájából, hogy majd, ha a tiétek lesz a felelősség, már ezt így a szülésznők felé, akkor majd megértitek, megtudjátok, stb. És azt gondolom, hogy a kórházba dolgozó szülésznők tényleg azt gondolják, hogy az orvosé a felelősség, és hogy nekik könnyebb ettől a dolguk ott, de közben meg nagyon nem így. Azt gondolom, és nem lehetne kórházi klinikai tapasztalat, és azután lehetne otthonszülésekbe is menni, de hogy a magyar klinikai tapasztalattal jár egy csomó elbizonytalanító dolog, ami így bekerül a szakemberek fejébe is. És hát én azt kívánom, bocsánat. Nem szóltam. Nem, én csúsztam bele hamarabb, hogy én most akkor így azt kívánom, hogy vegyük a COVID pozitív hatásának azt, hogy az otthonszülés felé azt gondolom, hogy így sokkal többen elkezdtek érdeklődni. Az egészségügyi törvény változásának a hatására többen elkezdenek ezen gondolkodni. Lehet, hogy mégis így jobb, hogyha ilyen irányban is mozgunk.
És az meg hát abszolút ez... az anyákon, hogy vágynak egyre többen arra, amit te is elmondtál, hogy otthon szülhessenek, és ennek remélhetőleg jogilag is nagyobb teret fognak adni. Úgyhogy én nagyon köszönöm a munkátokat, Gabi, főleg mert az utóbbi időben azt gondolom, hogy ti is azért brutálisan erőn felül teljesítetek, és vállaltok. Hát azt gondolom, hogy felelősséggel nem tudunk többet. Tehát igen, abból nehezebb volt mondjuk a tavalyi évünk, hogy nem mentünk szabadságra, és akkor a szabadság idejére is vállaltunk, mert nem tudtuk, hogy lesz egyáltalán. De hogy például idén nyáron biztos, hogy el fogunk menni szabadságra, mert hogy úgy nem lehet mindig csak adni, ha nem tölt az ember. És egyszerűen azt gondolom, hogy az meg, hogy több érdeklődő van, nem tudunk egyenlőségjelet tenni ahhoz, hogy akkor mi többet is vállaljunk. Nyilván, hogy egy-kettővel havonta többet vállalunk, de többel nem tudunk többet vállalni, mert akkor azok felé, akiket elvállaltunk, nem tudjuk felelősséggel mondani, hogy azt adjuk, amit szeretnénk is. És még egyszer annyi kismamának nem lehet adni azt, ugyanazt. Úgyhogy sajnos nem tudunk olyan túl sokkal többet. Legyen az az üzenetünk, hogy akkor reméljük, hogy minél többen nyitnak majd afelé, hogy bábák legyenek, és beálljanak. Igen, ez szerencsére így is van. Na, ez egy nagyon pozitív része. És azt gondolom, hogy aki meg tart ettől, hogy otthon szülés, egy kicsikét nyisson úgy, hogy beszélget olyan emberekkel, akik ebben részt vesznek, akár mint édesanya, édesapa, vagy mint kísérő. És nagyon köszönöm neked a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Meg a munkátokat is. Úgyhogy bárkinek bármilyen kérdése van, Gabitól tudunk kérdezni mi így utólag is, mert hogy abszolút van kapocs, és visszanézhető lesz a beszélgetés, úgyhogy aki esetleg lemaradt részletekről, az is így meg tudja nézni. Köszönöm szépen, Gabi, és szép estét mindenkinek! Köszönöm én is, nektek is! Szép estét, sziasztok! Sziasztok, szia!